A művelődési központban minden kedden összegyűlnek a Darányi telepi társalgó visszajáró tagjai, és időszerű témákról beszélgetnek. Anyák napja alkalmából ezt az összejövetelt alkalmi műsorral tették emlékezetessé. Ilyen még nem tartottunk a Petőfibe, legalábbis nem, úgyhogy a szépkorúak szervezik, tehát a nagymamák, akik ugyan nem lennének nagymamák, hanem lennének közben anyukák is. És az volt az érzésem, hogy semmilyen műsor gyerekek nélkül nem lesz érdekes, és így jutott eszünkbe, hogy valamelyik iskolából hívunk vendégeket. Az estet a Szonya Marinkovics általános iskola alsós diákjai tették színesebbé, akik anyák napi verseket, énekeket és az édesanyákról szóló színdarabokat adtak elő. Te mivel szeretnél? Hát én egy verssel, az altatóval, és egy énekel közösen a harmadikosok meg az elsősök. Én avval készültem, hogy anyással el fogok játszani, meg az ünnepi csoport el fogom mondani. A gyerekek szeretnek szerepelni, szívesen részt vesznek a rendezvényeken, nem csak itt a társalgónak a műsorán, hanem szavaló versenyeken is részt veszünk, illetve hát más hasonló megmozdulásokon is jelen vagyunk, amikor arra szükség van. A legkisebbek mellett az idősebb generáció is hozzájárult a műsor színvonalának emeléséhez. A vendégek megismerkedhettek az Anyák napja kialakulásának történetével, továbbá komolyabb hangvételű verseket és szívhez szóló dalokat is hallhattak.